Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Emke Magyarház nevében itt az újbóli Albert Irsay kiállítás megnyitón, és külön örömmel és szeretettel köszöntöm az Albert Irsay küldöttséget, mert hogy ők nem először vannak nálunk kiállítással, és hogy ne húzzam az időt, én már is átadom a szót a főszervezőknek és a kiállítás megnyitóknak. Hát igen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és legfontosabb dolog az, hogy óriási megvalósításként sikerült azt elérni, hogy már immár 25. alkalommal tartunk Bátori Napokat. Szerintem ez egy nagyon nagy dolog, és ez a jubileumi rendezvény egy kész csoda, mert 5 napos fesztivál sikerült rendezni, ami becsületére válva sokkal több magyar lakossággal rendelkező városnak is. És nyilvánvaló, hogy Albert Irsayval a kapcsolatunk azon a szinten van, képzőművészetés, író, meg rajzmesterek találkozójával, meg könyvkiadással, ami az egyik legjobban működő, és az utóbbi időben a legtöbb kiállítást és a legtöbb rendezvényt hozták hozzánk. Én szeretettel köszöntöm Fazekas László polgármestert, és a küldöttség többi tagjait is, és én nem is köszöntök név szerint már senkit, mert a hosszú az idő, hogyha mindenkit felsorolunk, és a városi küldöttséget és elsősorban a művészeket, és mindjárt arra kérem László, hogy kezdjük el a kiállítást megnyitott. Hölgyeim és Uraim, Albert Irsay város önkormányzata, a mai fellépők, szereplők, városunk egésze, és a magam nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Köszönöm a meghívást, köszönöm az újabb lehetőséget, hogy eljöhettünk ide önökhöz, egy kicsiny szeretet bemutatni Albert Irsayban. Én azt gondolom, hogy bár előre nem szokás, de már most lehet gratulálni a 25. Bátori Napokhoz, olyan aspektusból mindenképpen, hogy tisztában vagyok azzal, hogy Partiumban és Erdélyben egyetlen magyar közösségnek sem könnyű eljutni bármilyen programsorozattal, rendezvénnyel két és fél évtized után 25. jubileumi alkalomhoz, már pedig önök eljutottak idáig. Én picit talán azt mondom, hogy méltatlan is kevés alkalmunk voltam jelen, de igyekeztem és jövőben igyekszem még többen, de látom már mindenkori tematikában, hogy ezek a programok nagyszerűek, és bizonyára ilyen lesz az ilyen is, az idei is. Az különösen egy jó gondolat volt, úgy vélem, hogy testvérvárosokat meghívják. Mindig eszembe jut erről egy történet, akár önkormányzatok, tehát városok közötti testvérvárosi kapcsolat jubileumáról van szó, akár olyan alkalomról, mint a mostani Bátori Napok negyedszázados évforduló, és ez a következő. 11 néhány évvel esztendővel ezelőtt történt, amikor Albert Irsaynak még pusztán pár éves testvérvárosi kapcsolatai voltak, hogy ültünk a francia testvérvárosnál, Bourg-Saint-Andéol-ban egy ünnepi vacsorán. Ők akkor éppen a német testvérvárosukkal, Monsóval fennálló kapcsolat 25. évfordulóját ünnepelték. Ők voltak jelen a Bourg-Saint-Andéol-i polgármester, a monsaui közös testvérvárosunk, az olaszországi Gaggiano polgármester és magam. És ezt csak azt találtam mondani a Bourg-Saint-Andéol-i házigazda polgármester, hogy tudjátok, az a baj, hogy még mindig van olyan polgár a városban, 25 év után, 8,5 ezeren vannak, aki nem tudja azt, hogy Monsau a mi testvérvárosunk. És akkor én elsőre elszörnyedtem, most már nem szörnyűködöm. Tudom, hogy mennyire nagy feladat megismerni egymást, és attól tartok, hogy Albert Irsaynak 40 év után is lesz majd olyan testvérvárosa, akiről nem minden polgár tud, remélem, hogy nem Szilágyi György. Minden esetre nagyon fontos tehát, hogy megismerjük egymást. Én most pár apró dolgot elmondok Albert Irsayról, még akkor is az arcokon látom, hogy a jelenlévő többsége ezzel tisztában van. Albert Irsay Pest megyében 0 km kőtől Budapesttől, 52-től 33 km délkeleti irányba található. 13.200-an élünk, 2003 óta város településen, és hát ez egy lassan, de gyarapodó életszám jelent.
ingázó település vagyunk, de növekszik az ipari és egyéb üzemek száma, ami nagyon fontos a város életében, mert mindegyik értéket teremt, és értéket teremtenek azok a művészek is, akik közül most elhoztunk ide önökhöz olyanokat, akik fellépnek, illetve bemutatkoznak. Ennyit elöljárójában Albert Issáról, a mi testvérvárosi kapcsolatunkról, pedig ha már itt évszámokkal dobálóztam, hogy 2004. szeptember 25-én írtuk alá a testvérvárosi szerződést, tehát nekünk van még a 25 évből hátra jócskán. A mai napra kiket hoztunk, Szabó Sándort hallották övezetőben, aki tárgató művész, Bogdán Aliz, rövidesen majd énekkel köszönti önöket, és hát elhoztunk ide másfélszer, azt mondhatom, képzőművészt, egyrészt Trónai Pjecka Mátyást, akinek a képeit láthatják, róla majd beszélek még később egy kicsit bővebben, illetve Gérné Mezősi Aranka esetében a hivatalos változat az, hogy miután a művésznő holnap Kínába utazik, és ez egyébként így igaz, hogy kivigye az alkotásait, a szobrait, ezért nem tudtuk elhozni a szobrokat, hanem egy bemutatóval kedveskedünk önöknek. De így egymás között lehetünk őszinték, szóval van önnek annyi szobra, hogy Kínába is jut, meg ide is. Össze is gyűjtöttük szépen, amit ide szállt, aztán gondosan otthon hagytuk. Úgyhogy az a fiatalember, aki egyébként az ő fia, és itt áll majdnem mellettem Gél, a fiatalember igen, Gél Mihály, most egy vetítős bemutatóval ismerteti meg önökkel Gérné Mezősi Aranka munkáit. És én azt gondolom, hogyha hibázunk, és mi most itt hibáztunk, amire elnézésüket kérjük, akkor ha már bevallottuk, akkor próbáljunk erényt csiholni ebből a hibából. Szélman doktorral beszélgettünk, és arra jutottunk, hogy Rónai Mátyás képei itt maradnak két hétig, és két hét múlva, amikor eljövünk a képekért, elhozzuk azokat a szobrokat, amiből most önök látnak egy bemutatót, és azok is itt lesznek két hét múlva. És majd ennek a befejezését később mondom el, hogy itt még nem lesz vége ennek a történetnek, ezt még Péter sem tudja, de majd rövidesen sor kerül rá is, és akkor ismertetem. Most tehát ifjabb Gér Mihálynak adom meg a szót, aki ott a kivetítőn. Azt javaslom, hogy felhagyjuk a kivetítőt. Magam első alkalommal vagyok itt, de nagyon remélem, hogy nem utoljára. Édesanyám is szeretett volna eljönni, mert alkotótársai már jelen voltak ezen a településen, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapott, különösen a művészeti tevékenységek kedvelőitől. Hát, ő az én édesanyám. Hosszú évek óta, vagyis hát konkrétan a fa mellett született, hiszen édesapja az én drága nagyapám, asztalos volt, és hát ugye benne is megvolt ez a kreativitás, ami miatt településünkön Albertésen egy igen sikeres asztalos mesterré vált. Édesanyám ugye annyira nem az olyan termékeket, szobrocskákat, amiket szívesen elajándékozott, majd kis zsebpénz reményében, amiből a kedvencét, a tejkaramellát, mondjuk egy boci cukrot meg tudja venni, de ezek a 11-12 éves korra elkészült kis bábú, kis figurák, gyertyatartó, ezek egy ilyen 20-25 éves művészeti fejlettséget is tükröztek, és hát innen is jött a további élete. Hát faszobrászként is, tehát nagyon nem összekeverendő a fafaragóval. A faszobrász, a szobrász, a fafaragó egy más kategória, egyik sem megvetendő. Ebben kereste kenyerét évtizedeken át, és mellette a saját emocionális kifejezési módját próbálta belevinni azokba a hétköznapi, mondjuk úgy funkcionális művekbe, amelyeket eladásra is szánt, de már a kreativitásából az ország minden szegletén ezekből az egyszerű kis dísztárgyakból fellelhető. Hát megkedvelt a tiából, aki egy nagyon nagy jelentőségű személy volt városunkban. Ő adta neki azt a bátorságot, hogy ezt a belső művészeti erőt, ezt a művészet iránti szeretetét és azt a kreativitást, amit megjelentethetne, eddig megjelentethetne, de ezután már meg is jelentette, mert
mert miért ne? Szabadok vagyunk, a művészetnek erről szól, hát a művészet konkrétan esztétikailag kifejtve, az maga a szabadság, és ugye egy más fogalom szerint az esztétikai szépség fogalma az, ami tetszik. Tehát itt nagyon hosszú értékezéseket folytatnak az esztéták erről, arról. Ha valakinek tetszik egy festmény, mint például nekem ez a Rónai tanár úrnak ennek a Passzátfenő bácsi festménye, nekem ez esztétikusan szép, tehát én ezt nagyon szívesen látnám a nappalinkban is akár. Hát a fával való ismerkedése több évtizedes. A munka vele szintén. A mai napig szeretik, próbálta alakítani, azonban vannak a fának kötöttségei. Giacometti stílusa, a légiesség, a kifejezésmód és az a beleérző készség, amivel a mindennapokat ki tudja fejezni ezekkel a légies motívumokkal, elnyújtott emberfigurákkal, amikből egy-egy szobor szinte egy dráma, egy történet. Ez volt az a rúgópont, vagy kiugrópont, ami őt is átlendítette arra, hogy igenis lehet, hát nem szükséges konvencionális darabokat előállítani, bátran bele kell fogni egy valamilyen újba. Egyébként rá mindig is jellemző volt a kreativitás, csak úgy, mint a főzésben egy művész, én imádom a főztjét, de nem voltak egy-két kreatív mellékvágány, tehát nekem például a rebarbara. Mostanában édesanyám munkái elvont inspiráció alapján készülnek, hogy az ő saját világszemléleti attitűdjét valamilyen módon az emberekre is kisugározza, és felkorbácsolja bennük azokat az érzelmeket, amelyekkel saját értelmezési tartományukba helyezik az adott művet. Tehát ő nem akarja megmondani a mű címét. Mindenki adjon neki egy címet. Neki miről szól? Mit érez tőle, amikor ránéz? Mindenki más fog érezni, ezért vannak a kritikusok. Ugye azok is szubjektív, több kritikus, több mondani való. Hát az anyaghasználat, ez egy igen egyedi dolog. Ez is szintén a kísérletezőket, ami megjött, ahogy megérkezett Gyurka, már egy győr. Valamint benne volt már két egyetem művészeti tanulmányának a háttérismerete, több nemzetközi művészeti szervezetnek a elismerő díjazásai, hát nem szeretném felsorolni, de például Malmöben állandó kiállítása van, a Velencei Biennálé szintén miatta húzták fel a magyar zászlót, és most, amit fogják felhúzni a magyar zászlót, holnap, hát pekingi idő szerint 3-kor. Hát a műveinek könnyedsége a korai, hanem a kísérletezőket, ez még a fa korszakból fakadt, és utána megtámadta őt a fém. És milyen mozgalmas dolgokat lehet összehozni egy hulladék dróddarabból. Gyermekét ölelő hölgy, illetve egy amorf pókszerű lény, amit éppen a fantáziája diktál, de mindenkire magára van bízva az értelmezési keret. És igen, itt már nagyon haladunk, mert Albert Irsán is azért a mai napig megvan a fa szeretete, és a köztéri szobrokat is nagyon szívesen elkészíti. Ő sajnos egy neves Albert Irsai barátnőjének a síremléke, amelyet egy kedvelt parkjában került a felállításra. Hát és már elérkeztünk a szobor-grafikákhoz, amelynek a neve az onnan jött, hogy tulajdonképpen szobrok, de a légiessége és a megmunkálhatósága számára olyan érzetet nyújtott, mint hogyha a levegőben rajzolgatna. Amelyet különböző anyagokkal, kísérletezésekkel, de a kísérleteket értsük úgy, hogy kenegette a szobrot, elképzelte, hogy milyen lesz, majd lejtette a kutyán belelőtte a festékbe, és ez lett. Tehát innentől kezdve ez egy nagyon, nem is gondolta, tehát a véletlen is szül alkotásokat. És ezeket tökéletesíti is. Ez szintén a szoborgrafikáknak többféle ötvözete a drótnak. Ez egy drótvázon felfűzött alumínium és papír
kompozit szobor, mivel hogy a bronz drága, gyönyörű, azonban drága, és ez jobban drágató, és jobban szállítható, tarkósabb, és hát legelsősorban még meg is fizethető. Hát itt a napfény munkáit, ezek már tekintben láthatóak, sajnos ide ezeket nem tudtam el hozni élőben, vagy lehet, hogy nem fognak megjelenni. És hát az udvart is elfertőzik a szobrok, ami egyáltalán nem baj, ami üdvözlendő is, pláne hogyha ez város szinten is esetleg megtörténhet. És itt továbbra, korábban a faszobraira nem volt jellemző a struktúráltság, illetve a rendszerbeszedés. Nagyon sok szobra egyre inkább kezd felvenni egyfajta rendezettséget és kompozíciót. Többféle stílusok is jelentik a mai napig, aprilfesték, illetve hát amit éppen a fantázia szárnyalása diktál faszárnyakon. És én bízom benne, sőt biztos vagyok benne, hogy még fogunk látni tőle újakat, hiszen ő a mai napig tanul. Édes rózsám ablakában, de sokat jártam. Hogy mit is tart fontosnak, hogy elhangozzék róla, és azt a megoldást választotta, hogy leírja pár gondolatban mindezt. Én ezt felolvasom, és aztán szeretnék pár gondolatot hozzáfűzni, nem magyarázva őt vagy az életét, hanem egy picit belecsempészve megint egy kis Albert írását mindabban, amit ő vall magáról. Ez így szól. Tőzsgyökeres Alberti írsai volnék. Atyai nagyapám Alberti községházi fiskális, anyai nagyapám majd 300 holdas zsíros paraszt volt, akinek minden a munka, és a kultúrát nem sokra becsülte. Apám polgári iskolát járt, olvasott ember,
Anyám 60 éves korában ecsetet fogott, és országos kiállításokon díjakat nyerve mesélt rajzaival unokáinak. Így nekem csak a szorgalmamon múlt, hogy hová jutok. Elvégeztem a híres nagykőrösi középfokú tanítóképzőt, majd a szegedi tanárképző főiskolát. Első kiállítás élményem középiskolás koromban volt. Azóta Pest megye majd minden településén, az ország számos nagyvárosában voltak kiállítva képeim. Önálló kiállításom is volt Budapesten. Magánembereknél képem majd minden országában felelhető Európának. Mindezek ellenére én a tanítást érzem elsősorban feladatomnak. A pedagógus pályán eltöltött 55 év sok örömet okozott. 10 diákon művészeti egyetemet végzett. Jó néhányan rajztanárok lettek. Elsőszülött fiam is ma a Ceglédi Kossuth Gimnázium rajztanára. Addig szép az élet, míg serceg a told, terjed a festékszak. Köszöntöm a nézőket. Ezek az ő gondolataim. Hát én ebből kiragadtam néhány szót. Mindjárt az első kettőt, azt, hogy őrgyökeres Albert Jussai. Albert Jussáról azt is tudni kell, hogy egészen 1950-ig két előtt való Albert Jussa élte az életét. A 1950-es dátum egy közigazgatási egyesítést sugall, mint ahogyan arról is volt szó. A mi esetünkben azonban nem volt ez erőszakolt, mert közös volt már évtizedek óta a posta, a vasútállomás, jó néhány társadalmi szervezet, tulajdonképpen az orvosi ellátás, a gyógyszertár is. Sőt, 1936-ban a két elöljáróság szavazott is az egyesítésre, természetesen elutasítva azt. Aztán 1950 óta tehát együtt éli életét ez a hajdani két község. Tőzsgyökeres, igen, próbáltunk tőzsgyökeres Albert Jussait, Albert Jussaiakat, Alberti Jussait az ő személyében idehozni, hogy meséljen nekünk, ezek a képek mesélnek Alberti és Jussa múltjáról, régmúltjáról, 30-40-50 évvel ezelőtti múltjáról, vagy közelmúltról, de a környékről itt mellettem például Galambok a város felett címmel Cegléd, talán 30-40 évvel ezelőtti külvárosi arculata, nem mostani? Hát akkor ennyit változott. Jelentem, nem azért vagyunk itt, hogy Ceglédet szapuljuk, a központ az egészen más minden esetre, de vannak családi vonatkozású képei is, én azonban nem merészkedem ilyen területekre, hogy műelemzéssel foglalkozzam, mert ahhoz nem értek, de minden esetre hozott életképeket Albertiről, Jussáról és a környékről írja, az édesapja polgári iskolát végzett. Erről azt kell tudni, hogy Jussán 1924-től az 1948-as államosításig működött egy nagyon-nagyon népszerű, nagyszerű polgári iskola, ugye édesapja volt, úgy mondta, hogy ő fogalmaz, községházi fiskális, igen, ez a polgári iskola hatelemi után a majdani közigazgatásban dolgozók, kis- és középvezetők megalapozó iskolája volt. Katolikus, ugyanakkor az ökumené teljes szellemében végezte a tevékenységét, a katolikus egyház volt a fenntartó, de jó néhány református, evangélikus, baptista és zsidó családgyermeke is járt oda. És végezetül még egy megjegyzés ahhoz, amit ír, hogy első szület fiam is marajztanára a Ceglédi Kossuthban, most akkor kicsit rehabilitáljuk Ceglédet, mert nagyon híres és nagyon jó a Kossuth gimnázium. Kossuth-Lajos gimnáziumnak nem pusztán rajztanára, nyugodtan mondhatom, hogy festőművész, Rónai Gábor is, és hát így a Rónai, illetve Rónai Piecka család harmadik generációját képviseli a művészetben a nagymama, az édesapa, aki itt áll mellettem után, Rónai Gábor személyében is. Még talán 3-4 mondatot arról, amit nem ír le Rónai Piecka Mátyás, mert nagyon-nagyon szerény ember. Visszafogottan ír az eddigi kiállításairól, és hát azért ezeknek a száma valahol 100 környékén van ismereteim szerint, még akkor is így van, hogyha ezek jelentős része, csoportos kiállítás, ez nem feltétlenül van be, azt gondolom, az értékükből. És hát még egy dologot, amiről szintén nem esik szó az ő önvallomásában. 1968. augusztus 20-án Albert Jussa történetének az első képzőművészeti kiállítását tartották.
három művész szervezésében és alkotásaiból, az egyik itt áll mellettem, tehát ő volt Rónai Piecka Mátyás. Ez azt is jelenti, hogy jövőre ünnepeljük ennek az alkalomnak az 50. évfordulóját. Készülünk nagyon fontos és remélhetőleg szép kiállításokkal, alkalmakkal, és akkor itt térek vissza arra, amit a legelején mondtam. Nevezetesen már most jelzem azt, hogy nagyon-nagyon szeretnénk olyan alkalmat is, amik a testvérvárosokból ott vannak alkotók. Itt van valahol Vida János, akinek volt már kiállítása nálunk. Tehát most előzetesen jelzem, hogy él a meghívás somjúiaknak, és akkor itt következik el tehát az a gondolatsor is, amiről azt mondtam, hogy ha elkövettünk egy hibát, akkor próbáljuk azt erénnyé kovácsolni. Amennyiben itt ma most két kiállítást nyitottunk meg, és bemutattuk Gérné Mezősi Aranka munkáit, akinek majd két hét múlva a valóságban is megjelennek ezek az alkotásai, akkor itt kialakulhat egy sorozat, majd a jövő év augusztusában Albertésán folytatjuk, az elmondottak szerint, illetve akár időközben is találkozhatunk egymás művészeivel. Én azt kívánom, hogy így legyen, még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Itt és most ennyit tudtunk Albertésából bemutatni, aztán rövidesen következik a második forduló, a második felvonás, és még egyszer kívánom azt, hogy nagyon-nagyon szép, eredményes és a funkcióját betöltő programsorozat legyen a 25. Bártoli napok. Köszönjük szépen a megnyitót is a művészeknek, hogy eljöttek és emelték ezt a hangulatot, és akkor igen, ezzel jó. Ugye egy énekes a szöveggel üzen, én nem tudok a szöveggel üzenni, mert a számban van a csutora. Olyan dallamot hoztam, amit ugyan tudom, hogy a Párciumban is, és egyáltalán Erdélyben és Romániában nagyszerű tárogatósok dolgoznak, de amit ők nem tudnak, a Kuruc Pikulás dalát fogom eljátszani, ez egy nagyon-nagyon érdekes tárogatós óhaj.
elnézést, hogy hamarabb szóltam, talán nem néztem arra, de most folytatnám azt, amit elkezdtem. És hogy ne csak szóba köszönjük meg, hanem egy kis emlékkel tessenek elmenni tőlünk. Megkérem itt a kedves alelnököket, hogy...